Téged keresünk, ha érdekel a versenyképes jövedelem, a 3 hónapos nyári szünet, a társadalmi megbecsülés, de le tudsz róluk mondani, így viccelődik álláshirdetésében az egyik budapesti iskola. Több mém is kering a neten, amelyben főleg reál szakos tanárokat keresnek. Főleg matematika, fizika és informatika szakos tanárokat keresnek. Testnevelés és tanító szakos az kevesebb, mivel a Klebersberg ösztöndíjjal ők előnybe vannak, tehát ott úgy tudom, hogy itt Szombathelyen is van 15 végzős, akik hát testnevelő tanárként el tudnak helyezkedni, és hát gyógypedagógusokat is keresnek. A kezdőtanároknak 14 évig változatlan bérért kell dolgozniuk. Ha a pályán maradnak, később kapnak csak fokozatos emelést. A fiatalokat az alacsony fizetés tartja vissza, így a nyugdíjas kollégákat hívják vissza az intézmények, hogy egyáltalán el tudják indítani a tanévet. Egy kezdőpedagógus 200 ezer forintot kap kézhez, ennek egy átlagos albérlet havi díja a felét el is viszi, a rezsiről nem is beszélve. Itt is az van, hogy matematika, fizika, informatika szakos, vagy vidéken akár tanítót már nem lehet találni, tehát nálunk is az iskolába hirdettünk, volt, hogy egy vagy egy se jelentkezik. Nemrég egy fórumon 8 szakszervezeti vezető beszélt a problémákról. Észak-Magyarországon a legrosszabb a helyzet, de Vasban sem lehet tanárokat találni bizonyos szakokra. Továbbra is akciókat hirdetünk, de további tárgyalások vannak a sztrájkbizottsággal, de hát eddig még különösebb eredmény nem értünk el, hát nagyon bízom benne, hogy belátja a kormány az ilyen komoly pedagógus hiány miatt, hogy muszáj lesz béremelést adni a kollégáknak. Nem csak a bérezéssel, de a munkakörülményekkel is sok a baj. Az a legnagyobb probléma, hogy az igazgatóknak gyakorlatilag semmilyen döntési joguk nincsen, minden a tankerületeknél van, egyetlen egy filléről szinte nem dönthetnek. Gyakorlatilag ezen kellene változtatni, hogy valami visszakerjen az igazgatóknak hatáskörét egy kicsit megemelni. Korlátozott mennyiségben fénymásolhatnak, számolják, hogy ki mennyit fogyaszt. Karton vagy kreppapírt azóta tilos vásárolni. Anyagilag a szülői munkaközösség segít az iskolának jákon, programokat, a bált is ők szervezik. A WC-papírt gyakran a gyerekek hozzák be. Sorolni lehet a mindennapokat megnehezítő dolgokat, mondta el a matematika, fizika és földrajz szakos jáki tanár. Az évindítás több kis iskolában is problémás, ez esetben az összevonás lehet a további működés kulcsa, a pedagógusok pedig tovább folytatják a küzdelmet. A következő megmozdulás várhatóan augusztus közepén lesz a városok főterein.